Rendhagyó programot hirdetett a székesfehérvári egyházmegye házaspárok részére. A friss, modern hangvételű kezdeményezés a Szeretett Kaland nevet viselte, és arról szólt, hogy házaspárok közös játékos feladatokat oldanak meg 5 héten keresztül, ezzel elmélyítve, megerősítve kapcsolatukat. A játékon 69 pár vett részt, az eseménysor lezárása egy egésznapos zarándoklat volt, amely először a budapesti Szent István Bazilikába, majd ide hozzánk az Elcsi Nagyboldogasszonykegy templomba vezette őket. Nem csak Székesfehérvárról és Elcsiből, hanem az egyházmegye számos településéről érkeztek párok, akiket településük plébánosa is elkísért. A Szentmise részeként a házaspárok megújították házastársi fogadalmukat, és a misét celebráló Spányi Antal megyés püspök áldásában is részesültek. A családi közösségeknek a terendelések alapja, a terendelések alapján a házasság szentsége adja meg a szilárd alapján. Te azt akartad, hogy a hitvesi életközösség a szeretetet és hűséget mindennapi vállalásával keresztény élet példaképévé tegyen. Kérünk, áld meg ezeket a házastársakat bőséges áldásokkal, akik tanúságot tesznek a házasság szentségéről, értékéről és boldogító valóságáról. A házasság hetének alkalmából született kezdeményezés hangos siker volt, így akik most lemaradtak róla, jövőre bátran próbálkozhatnak majd.